Sziasztok, Santos vagyok, League Finder videóm 5. részével jelentkezem. Az előző videókban itt hagytuk abba, vágjunk is bele az elemzésbe. Ugye ennél az ászásznál hagytuk abba, itt elvittük a vakokat, és akkor innen haladunk ugye tovább. 15 millió dobás, láma 11 színünk van. Ugye volt egy emelés, arra a 14 BB sóling, nyilván itt már nincsen keresnivalónk a leosztásban, viszont hogyha kisfakunk dobott volna, 22 BB-t mi is nekünk is vissza kellett volna tolni valószínűleg, sőt, hát szinte biztos, ugye egy 29x24-es játékos elég sokat nyit, és 60%-ban dob 3 betre, úgyhogy ezt a 22 BB-t dáma 10 suited, de mindenképpen vissza kellett volna rá tenni. Ez egy nagyon pluszos move, ugye high-jack emelést támadtuk volna vele, abszolút standard, ugye dobott is a 14 BB-snek is, úgyhogy nekünk is dobott volna. Jó, ász királyunk van, ugye 21 BB-nk, ugye itt szóba jöhet az, hogy 3 betelünk, ilyen 140-150 ezerig, vagy nyilván óli mehetünk, az a két variáció van. Hogyha az ellenfelünk kicsit is értelmes, tudja, hogy 21 BB-ből már nem fogunk 3 bet foldolni valószínűleg, úgyhogy talán gyöngébbnek érezheti, hogyha egybe visszatoljuk, úgyhogy én az egybe all-int javaslom ilyenkor, de a másik variáció sem rossz. A másik az inkább a probléma, hogyha ilyen 140 ezerig emelünk, hogyha fishről van szó az ellenfelünknél, akkor kitalálhatja, hogy megadja a 3 betet, és pozíción kívül kell ász királlyal játszanunk, ami nagyon nem jó, hogyha nem talál el minket a flop, és is elég valószínű, hogy 3 betelt potba már azért be kell, hogy kerüljön, még ha nem találtunk ász vagy királyt. Ugye itt egybe bekerült, hogy ez így jó. Valamiért látjuk az ellenfelek lapját is, azt megpróbálom kiszedni. Szerintem ezzel így van. A sajátunkat látjuk. Jó, oké. Okay. Jó, ász 4 off-val lehet lopni nyugodtan, 17, 73, 30, 12 BB-k ülnek ugye mögöttünk, 12 BB is nagyon feszes, úgyhogy nyugodtan lehet lopni, ha visszatolja, akkor nyilván el kell neki dobni, mert nem verjük a range-ét, a 17 BB szintén feszes, másik kettőjük ellen, meg ugye lehet úgy, hogy ezzel meg kell próbálni a lopás mindenképpen, mert ugye az ász blokkerünk miatt mindenképpen pluszos, ugye így meg walk lett a helyet, hogy nyertünk volna. Jó, nyilván lehetett a nagyoknál valami, de hát az... Jó, 10-es-8-assal szintén az a szituáció, hogy elvileg lehetne lopni, viszont most már ugye 19 nagyvakunk van, és 14 meg 10 nagyvakos ember ül mögöttünk, már ugye nőtt a vak, úgyhogy én itt nem a lopást választanám, hanem cut-off-ból mindenképpen a 10-8 suited jól játszik all-in-re, úgyhogy én ezt itt be kell betolnám, ez itt egy all-in-es lap. Király 8 suited ez az agresszív ember ellen, megint csak nem lenne egy nagyon rossz szituáció visszatolni, bár a dáma 10 suited jobb volt. De néha azért nem jó konzervatívan ledobálni magunkat, azért valahogy fönn kell tartani a stackünket mindenképpen. Tehát 10-2 suiteddel is egy ilyen feszes játékos ellen, akire van ennyi információnk, be lehet tolni nyugodtan, mert el fogunk fogyni, az a baj. És ugye nem lesz mindig szerencsénk, hogy minden handben kiüljük a jobb lapot, vagy a jó lapot, és akkor utána duplázunk, mert egyszer ugye nyilván lemákolnak minket. Itt szinten kell tartani a stackünket azért, hogy a jó lap, amikor megjön, akkor tudjunk post-flop, vagy akárhol jó döntéseket játszani, és az ellenfeleinket hibára készíteni. Hálandóan ugye 10 vagy 20 BB alatt játszunk, és próbálunk mindig duplázgatni, akkor nyilván egy idő után ez nem fog sikerülni. A házdámában nyilván all-in kell keverednünk, be kell tolnunk. Itt egyébként nem lehet rossz játék az, hogy részkólozunk, tehát 70 ezerig mini rézelünk, és hogyha valamelyik ők visszatolja, akkor egyértelműen adjuk az all-int. A nagyvakunktól ugye elég sokat nyit, viszont 3,6%-ba 3 betel csak, szóval olyan az viszonylag alacsony szám, de a nagyvakunktól éppen várhattuk volna ezt.
Viszont ez a 29-es VPIP, ez meg azt jelenti, hogy ha emelünk, hogy elképzelhető, hogy védi a bakját, arra meg, akkor meg már annyira nem örülünk neki, hogy Ásdámával hostflokkel játszanunk. Jó itt az all-in is, jó itt az emelés is, végül is pozíciónk van és nagyon erős lapunk, így három handit, úgyhogy itt egyik sem hiba. 10-10-el nyilván be kell tolnunk a 19 nagyvakunkat, az teljesen standard. Látjuk ellenfelünk 14 nagyvakból is emel, úgyhogy ezeket érdemes ilyenkor lótolni. Kettes párral lehet lopni, meg lehet próbálni. Nyilván a 6 BB-snek adnánk az all-in, 13 BB-snek már el lehet dobni, mert elég feszes. Jó, kapunk egy walkot, az nagyon jó. Ubidám, a különböző színünk van, be lehet, simán be kell dobni, UTG emeltek, nem valószínű, hogy verjük a range-ét, jó is, hogy dobtunk. Ubi 10 különböző színű, emelnünk kell vele, mindenképpen gombról, ennél rosszabb lapokkal is emelnünk kell, meg kell próbálni lopni, ugye. Itt a főleg ilyen deepen már ugye sokkal könnyebb elvinni a vakokat, mert az emberek féltik a stack-üket, ilyenkor igazán agresszíven kell játszani. Nyilván királydámával emelünk és nyerünk. Ezt 4 suit időnk van, és limpelt a dealer, 8 nagyvakból, 13 nagyvakos kisvakunk pedig dobott. Nyilván itt all-in kell raknunk a 8 nagyvakos dealert. Ha betolta volna az all-int, akkor is adtuk volna neki az ász 4 suit it, de úgyhogy itt nincsen más választás, mint all-in menni. Törmetettük all-in gyakorlatilag az ellenfelünket, aki nagyobb ász mutatott, mint mi. Nyilván, ha betolja és adjuk, a szituáció ugyanez, ezért all-in szoktam volna a preflop is. Nyilván ezek a dealer ilyen 7-8 BB-ből limpek, ezek jelenthetnek erős lapot is, bár nem nagyon van értelme limpelni ászdámával, nyilván sokkal jobb, hogyha betoljuk, de most meg tudta ezt nyerni, úgyhogy megcsappant a stackünk 15 nagyvakra. Jó, 2-es, 5-ös magasra nem kell betolni, bár hogyha ennyire feszes a nagyvakunk, akkor még ez sem hiba szerintem, mert nagyon-nagyon nagy százalékba dobni fog, úgyhogy itt az all-in sem rossz egyébként. Bubidámával cutoffról be kell, hogy kerüljön a három nagyvakunk, nem tudom, hogy kerültünk három nagyvakra, ez nem derült ki, ha jól látom, valahogy megint egy kimaradhatott egy hand, amit elbuktunk. Nyilván a három vakkal be kell tolni a bubi dámával, dáma kettővel is be kéne tenni valószínűleg, mert viszonylag magas lap. A hősünk nem érezte elég erősnek. Itt viszont újra 540 ezer a stackünk, úgyhogy itt valami hold'em manager hiba lehet, úgy látom, vagy nem tudom igazán, hogy mi a probléma. Úgyhogy most megint 14 BB-nyi stackkel küzdünk. Jó, ugye van egy emelés, nem látom meddig. 90 ezerig, ezt 3 betelik az 5 BB-vel, ugye nyilván ilyenkor már el kell dobnunk a új dámát. Kicsit olyan furcsák ezek a stack méretek, most alig látom, hogy mi történik, úgyhogy azért néztem csak ilyen furcsán. Jó, van egy ász királyunk, reméljük, hogy be tudjuk valahogy tenni az ellenfelek ellen, és ez sikerült is, mert ugye a dealer all-in ment, ezt nyilvánvalóan tartjuk, és hát nem nagyon van szerencsék, ugye talán a legerősebb lapot budott a dealerről, amit el lehet képzelni. Nyilván itt sokkal lazább range cserél is betolná, úgyhogy ez elég szerencsétlen, hogy itt az ász királyunk nem volt elég. De legalább mondjuk nem mákoltak le minket, szóval az is egy pozitív. Jó, nagyvakon ász királyunk van, reméljük, hogy támadják a nagyvakunkat, de sajnos walkot kapunk, úgyhogy megint nem volt ebben a szituációval szerencsénk, már ugye dobnunk kell. Bubi 7-et is, 2-es, 4-est is, bubi 9-et is, 4-es, 8-est is. Nézzük a 8-es ötösünket, történik-e valami, walkot adunk megint,
azért nem szabad ennyi volkot adnunk a nagyvaknak, azért lehet, hogy épp most a 8-as 5-ös én is bedobtam volna, de mondjuk az esetek ma másik két szitu vagy három szituba azért brátoltam volt, ezért egy ilyen feszes nagyvaknakra mindenképpen rabolnunk kell. 4-4 nyilván ólinás lap. Jó, ászdámával all-in kell mennünk, ugye? Reméljük, hogy most már kapunk kolt és tudunk duplázni. 7-7-tel szintén all-in kell keverednünk, de megint walkot kapunk. Persze ezt a 7-7-tel all-in kell keverednünk, ezt nyilván úgy gondolom, hogy hogyha van egy emelés, akkor visszatoljuk rá, vagy a 12, a 6, a 15 BB-snek adjuk az all-in-jét, de hogyha mondjuk már all-in megy a 12 BB-s is, a 15 is, meg 6 is, vagy hasonló, akkor már azért nyilván el lehet dobni. De az esetek nagy részében ugye egy ekkora stack-kel, ilyen vakoknál, vagy ilyen méretű stack-ek, amik kim vannak, akkor itt nyilván be kell kerüljön, de ez nem is olyan bonyolult, hogy törni. Dáma 10 off-a 12 BB-t mindenképpen be kell tolni, tehát nem dobhatjuk ezt itt el, semmiképpen sem. Tehát egyértelműen a all-in-es lap, nagyon jól játszik, ennél egy gyöngébb lappal is be lehet tenni ott. Ubi 10 off-al is például. Pluszos. Jó, hát az ász 10-zel nyilván bekerül, de Lanci fangolom megint kap walkot ad nekünk sajnos. Az a baj, hogy ő is mindenünkre, rengeteg monsterünkre rádob, így nyilván emiatt már régen kiszedhettük volna. Dáma 10-zel nyilván all-in kell keverednünk. Ja, egyszerűbb egyébként betolni, mert hogyha itt visszatolja ránk az all-int, akkor még ugye 489 ezerünk marad, még képesek vagyunk rádobni, ami ugye nagy hiba. A dáma 10 elég jó, ha játszik, itt inkább az all-in jó, mert hogyha a race call nagyon síros, nincsen kedvünk ugye megadni, hogyha visszatolná itt most, race callozni ezért nem jó, race foldolni meg nem jó 13 nagyvakból dáma 10-et, úgyhogy itt ezt inkább rakjuk all-in. Jó, ász 3-mal egyébként, ha nem 14 BB-nk lenne, mondjuk 24, ha 25, akkor lehet, hogy meg lehetne adni ezt a 7 BB-s all-int. De nem volt így se rossz, dobni is lehet. Ász dámánk van, megpróbáljuk, hogy nyerjünk vele, de nem sikerül sajnos. All-in keveredni elég erős lapunk volt. Jó, bubihéz szútidőnk van 15 BB-vel. Dealerről ez megint csak pluszos, hogyha berakjuk. Ez az alja egyébként, tehát Bubi 6 suiteddel már nem lenne pluszos. De Bubi 7 suiteddel, 10-7 suiteddel még plusz is itt betolni 14 BB-t, úgyhogy itt ez inkább all-in-es, mint foldos. Főleg, hogyha nagyon feszes kisvakunk van. Ház Bubival be kell, hogy kerüljön, nem dobhatjuk el 7 BB ellen, nagyon-nagyon verjük a range-ét. Nekünk is 14 BB-nk van, ez nagyon nagy hiba, nem dobhatunk ilyen szituációba, ezeket mindenképpen jegyezzük meg, hogy ezekre be kell, hogy kerüljön, hiszen soha nem lesz üzletelünk, hogyha ennyire feszülünk. Nem nagyon tudunk ennél sokkal jobb lapra várni, ugye elfogy a stackünk közben a 13 BB-nk. Jó, nyilván az ászhattal be kell, hogy kerüljön, nem dobhatjuk el, nagyon-nagyon sok olyan lapot dobunk, amivel mind all-in kellett volna keverednünk, és lehet, hogy már 60 BB-vel ülnénk. Persze lenne van az is, hogy kieshettünk volna, de azért látjuk, és ugye mindenkinek logikus az, hogy nem biztos, hogy ez a jó, hogy ennyi lapot dobunk, ugye el fogunk fogyni. 12 BB hijackről, dáma 10 off, az még nem betolós, dáma ubi off-val már be lehet tolni. Jó, 18 főnél lehetünk, vagy pedig döntő asztalon vagyunk. Ezt nem tudom pontosan, ez majd mindjárt kiderül. Dáma 9 suited 12 BB-vel éppen be is mehetne egyébként, azt hiszem. Talán, igen, azt hiszem, hogy ez lehet az alja egyébként. Dáma 9 suited 12 BB, nyilvánulom úgy, hogy az OTG all-in ment. Jó, így dobnunk kell. Dobnunk kell, így van. Így, hogy volt emelés, így dobás, de egyébként a 8 BB-t be lehet tenni dáma 7 suiteddel. Ugyanúgy király 9 suiteddel is, ha dobnak hozzánk, be lehet tenni, de így, hogy megint volt emelés, így nem jó.
Már ellenfelünknek a statisztikáján ugye látjuk, hogy elég mániákus. Az 9 off-val be kell tennünk a 7 BB-nket, nem dobhatjuk már el. És ugye nyerjük is végre a kasszát. Az 6 suit 10 BB-vel bemehet, azt hiszem. De egyébként itt azért nem gondolom nagy hibának a dobás sem. Azért jó sokan vagyunk, itt már nyilván a pénzek is úgy oszlódnak, hogy itt is sok-sok kisebb stack is van, 6-7 BB. Úgyhogy itt azért az A6 szúti nem hiba eldobni egyáltalán. Jó, akkor lett egy kiesünk. Nálam a 9 szúti jó, hogy dobtuk. 5-6-ot is dobni fogunk. Jó, hát nyilván kisvakra, nagyvakra betennénk az all-int. Így viszont nem nagyon van fold equity, hogyha visszatoljuk, akkor már nem fog dobni valószínűleg az ellenfelünk. Az A5 off meg annyira nem játszik jól, úgyhogy itt egyértelmű dobás. Jó, végre A6-unk van, és végre van emelés is előttünk, amire vissza tudjuk tenni. De az ellenfelünk képes még 8 BB ellen is dobni sajnos. Király 10 szút ide, be kell kerülni a 12 BB-nek, nem dobhatjuk el. Nagyon jó játszik Olina, és ugye megvan az esély, és hát az esetek nagy részében ugye eldobják a lapokat, hanem akkor is jó játszunk. 12 BB, érdekes, mert nyilván az ellenfelünk valószínűleg ránk tolja, de nem csak emel, én biztos, hogy betolnám ezt itt. Főleg, hogy az előbb láttuk, hogy bedob 8 BB ellen is tud dobni, biztos, hogy betolnám rá, mert a 8 BB ellen tudod dobni, a dáma 9 szút itt nagyon jó játszik, hogyha véletlen kólozunk, akkor is még sok esélyünk van, de valószínűleg inkább a dobás felé választani. Itt az all-in-es a dáma 9, jó, végre betoltuk nagyvakra, feszes nagyvakunkra. 6-6-tal szintén be kell tolnunk. Jó, kicsit lett most zsetonunk is végre, 14 BB, bár ez még ugye nyilván nem annyira sok, de lassan most már duplázunk, vagy reményeink szerint duplázunk. Szóval A7 off-val nyilván betoljuk a megmaradt 7 nagyvakunkat, hol megint elfogytunk valahogy. Gondolom átment rajtunk párszor a vak, de nyilvánvalóan all-in kell mennünk vele. Hogyha a dealer emelt volna, rá is rá kell tolni a 7 vakunkat, biztos, hogy verjük a range-ét. Jó, 5-en vagyunk, most derül majd ki, hogy ez FT-e már, vagy még nem. Bár valószínűleg FT lehet, hogyha már 4 milliós stackek vannak azért. Jó kis 6 BB-nket, ezt most már azért be kell tennünk. Megint tudtak dobni ellenünk. Nagyvaknyi pénzünk van, és nagyvakok vagyunk, királybubi különböző színűvel. Egyértelmű, hogy itt ez be kell, hogy kerüljön, de sajnos a kisvakunk, aki egyébként egy agresszív játékos, 6 nagyvakból is tudott dobni ellenünk, úgyhogy itt nem volt szerencsénk, mert egyébként jó lapot kaptunk nagyon. Dáma 10-zel be kell, hogy menjen. És megint dobtak, hál' Istennek. Ász 3-mal jó, hogy be van, így van, jó, hogy bement. És látjuk azért egyből nő is, azért meg tudtuk duplázni a stackünket, csak jól kell pusolni, nagyon-nagyon fontos, hogy jól pusoljunk. Nyilván ez nem is kérdéses, hogy Ász királlyal pusolunk, 9 BB ellen is tud a 37 BB-s dobni. Ez az, amit nem szabad hibát elkövetnünk. Ugye a 37 BB-je van az egy dolog, de 16-4-9 BB-je van a mögötte ülőknek. Tehát hogyha 16-nak ezek szerint dob, 9 BB-snek dob, akkor minek emel azzal a rossz lappa, hogyha úgyis mindenki visszatolózták mögötte. Hát nem nagyon fog tudni rabolni, hát igazából itt már mindenki egy darab ásszal is visszatolná már, főleg a
a 4 BB-s, meg a 9 BB-s, szóval, hogyha olyan rossz lapja van, hogy amire 9 BB-t se tud tartani, akkor olyan lappal ne emeljünk itt, amivel nem tudjuk tartani a 9, meg a 4 BB-s ólint. A 16-ot még, tehát olyan nem emelhetünk, amivel a 16-ot nem adnánk már, mondjuk, mit tudom én, egy AS 9 off-fal. Mindenképpen érdemes emelni, de egy 10/8-as statú játékos ellen nyilván dobnánk, ha ő ólin megy, de a másik két játékosnak meg egyértelműen adnunk el. Tehát olyan lapait nem emeljünk, amivel nem adjuk a nagy meg a kis ólinjét. Ezek nagyon fontosak. Hát AS 9 offunk van, szintén vissza kell tolnunk az all-in, tehát nem dobhatunk el 12 BB-vel, főleg úgy, hogy az előzőben már láttuk, hogy képes ő dobni arra, hogyha 9 BB-t visszatolunk rá, akkor is ennyire agresszív játékos ellen ez mindenképpen pluszos move, ezeket nem hagyhatjuk ki. AS Bobby suiteddel bemegy, és ugye látjuk, hogy dob, tehát nyugodt szívvel lehet visszatologatni rá. Itt is inkább, itt már 14 BB-ből egy ilyen agresszív nagyvak ellen lehet, hogy megpróbáltam volna csak egy mini részt 200-ig, hát ha visszatolja ránk valami zöldséggel, amivel egyébként nem kolózza 14 BB-nket, és de azt tudjuk, hogy ha itt 200-ig emelünk és a nagyvakunk ezt kóloznál, ugye benne lenne 500 ezer kb a potba, előttünk meg mondjuk 1 millió, szóval ott már szinte minden floppon all-in kell keverednünk. Jó, az dáha, nyilván vittük a vakokat, jobb lett volna a pusholunk, vagy pedig mini rézelünk, ez a kettő jobb, sokkal jobb, mint 3x-elni. 3x az nagyon nem modern már. Jó, Bubi dámával all-in kell menni 16 BB-vel. De így, hogy elloptunk, az sem annyira rossz. Lophatunk is vele egyébként, hogyha nem akarjuk meg, hogyha van sok kisebb stack még a versenyen, akkor nekünk van 18 BB, 8 szívvel lehet inkább részfoldolni, és Dáma Bubival nyilván nem 300 ezerig, hanem csak 200-ig, de az sem egy rossz játék. A 3-as, 8-as, biztos, hogy dobni fogunk. Ez hetünk van, ugye a 9 BB-s kisvakunk van, ő betolja, ezt egyértelműen adnunk kell, vagy vissza kell rátolnunk, nem dobhatunk ellene. Tehát ez nem csinálhatjuk meg, egyszerűen annyira agresszív játékos, hogy itt mindenképpen rá kell tenni. Itt a királybubival is vissza kell tolni, nem dobhatunk. Nagyon sok olyan szitunk van, ugye látjuk ellenfelünk, nagyon sokszor dob 3 betre. Persze elképzelhető, hogy most már kiestünk volna, hogyha mindig megfogadjuk, amit én mondok például ebben a szituációban, ugye lehet, hogy itt betoljuk, és akkor pont talált a nagyvak valamit, amivel ugye itt vissza is emelt, pont talált valamit, amivel kiejt minket, de az esetek nagy részében azt kell látni, hogy pluszos, amit mondok mindenképpen, és ez azért ezeknél a szituknál azért, nézik a videót, annak a nagy része is ezt tudja, hogy azért néha menedzselni kell ilyen szinten a stackünket, nem dobhatunk például 5-ös pár 10 BB-ből, ugye hijack pozícióban, mert ugye már cut-off hijack-en vagyunk. Szintén 7-7-nek be kell, hogy kerüljön. Még így is egyébként, tehát hogy van egy emelés és egy 9 BB-s all-in, az ellen is a 7-7 nagyon jó játszik, nem lehet eldobni. Egyébként valószínűleg, hogyha amikor én mondtam, betettük volna, mindig már elképzelt, hogy kiestünk volna. És nyilván nem látjuk ilyen hosszan ezt a videót, de annak valószínűleg 60-70%-kal nagyobb az esélye, hogy nem 10 BB-nk lenne most, mert azért elég jó lapjaink voltak idáig, hanem mondjuk 50-60. Jó, persze a másik 40%-ot, hogy már kiestünk volna, mert nyilván showdown-t kellett volna egyet-kettőt nyerni, de jó lapjaink voltak, úgyhogy azért itt lehetne már 50-60 BB-nk is simán. Bubi 8-al biztos, hogy betolnám. Király dámával is. Jó, van egy dáma-dámánk, hát ha igen, végre be tudunk all-in keveredni. Valami gond van a hold'em managerrel, de most ezt mindjárt meglátjuk, hogy kiholdoljuk. Mindjárt kiderül, hogy mi ellen, egy AS 7 ellen. És 22 nagyvakra duplázunk, ahol egyből egy AS király suited-et kapunk a következő hand-be.
és kólozzuk a nagyon agresszív játékos emelését. Nyilvánvalóan itt három betelnünk kell, és kólozni az all-in-jét. Mivel nagyon agresszív 13,6%-ban három betel, nyilvánvalóan magas a négy betje is, ezt mindjárt nézem is. 4 bet, 8%, szóval az hát 12 esetből azért előfordul nála, hogy 4 betel így van. Úgyhogy mindenképpen emelnünk kellett volna egy mondjuk egy ilyen 490 000-ig, 500 000-ig kb. És akkor kólozni az all-in-jét, indukálni vele, hát ha betolja ránk, ugye ez ilyen agresszív játékos. Így viszont ugye egy házkirály szót ide veszítettünk egy óriási értéket, mert ugye simán elcsekfoldoltuk, ami nagy hiba. Jó, innen folytatjuk a következő résszel, ez volt az ötödik epizód, viszonylag gyorsan haladtunk, sok jó pusolási szituációt láttunk ebben a részben, amikor visszatolhattuk volna, látjuk, hogy mikkel kellene 20 BB alatt játszani. Igazából ez a rész annyiból volt jó, hogy sok 20 BB alatti játékról kapott a hallgató információt, úgyhogy bármilyen kérdés van, akkor azt kommentbe várom, és egy hét múlva jelentkezek a hatodik epizóddal. Sziasztok!